Ezekben a zsákokban van a megye termelői által felajánlott búza, amelynek lisztjéből elkészítik az ország kenyerét. Az agrárkamara a kezdetek óta részt vesz a gyűjtésben, és azt tapasztalják, hogy évről évre több adomány érkezik. Hál' Istennek több adomány gyűjt össze, talán a kamarán belül mi is a falugazdász hálózaton keresztül többet tettünk a siker érdekében. Az eredmények legalábbis azt mutatják, hogy több mint duplája összejött. A másik dolog talán az, amit említettem az előbb is, hogy volt egy nagy jégverés két járásunkban is, és azok az emberek, akik bajba kerülnek, azok szívesebben is adakoznak esetleg a rászorulóknak. Az egyik megyei gyűjtőpont Tímáron működik, ahová eddig több mint 50 megyebeli és határon túli gazdálkodó 130 mázsa búzát szállított be. Az összeöntés ünnepe augusztus 16-án a mohácsi Szent Miklós vízimalomnál lesz, ahol a begyűjtött búza egy részét jelképesen megőrlik. Az országos záróesemény, a magyarok kenyere ünnepe augusztus 20-án Pécsett lesz. 11-ben kezdődött ez az akció, mi újságból értesültünk egyébként erről a hírről, illetve hát a kamarába, ugye járunk ülésekre, ugye a téma lett, és mivel elég nagy területet integrálunk, nagyon sok gazdát ismerek, rögtön felajánlottuk, hogy a körzetet megszervezzük, és hát kialakítjuk ezt a gyűjtőpontot. A Vetőmagészállító Kft. Ennek a lebonyolítója. Az idén több adomány érkezett a határon túli magyar gazdálkodóktól is. Nagyon jónak látjuk ezt az összetartást, a magyar nemzetnek az összetartását, úgy a kárpátaljai, mint az erdélyeket, mivel hogy egy közös kenyér, egy közös föld és egy közös tiszta levegő az nékünk az sokat számít, hogy meg az is, hogy egymáson tudunk segíteni, és egymásról hallunk, és egymást oktatjuk. A sütéseken felül megmaradt liszt nagy részét az erdélyi és a kárpátaljai árva gyerekek kapják, de az idei évben a nagy mennyiségű felajánlásnak köszönhetően minden magyarországi megye egy karitatív szervezete is részesül az összmagyar lisztadományból.